Mi alapvetően a szupergazdagokról beszélünk, amikor gazdagokat emlegetünk. Tehát az azt jelenti... Egy forintban az mit jelent? Nem forintban, hanem inkább úgy mondanám, és erre van nekünk a pártunk programjában definíció, mi azt mondjuk, hogy az, aki saját családja és belátható utódai számára a munkanélküli jövedelem szerzést biztosító vagyonnal rendelkezik. Ez a gazdag. Ül otthon, vagdos a szelvényeket, jönnek be a bevételek, anélkül, hogy bármit csinálna. Hát ez azért nagyon vékony. Ez olyan, mint egy ilyen osztályharcos... Ez úgy jön le, hogy ingyen élő. Nem tudom, micsoda. Igen, ez létezik. Hogyan létezik? Ez úgy hívják, hogy tőkés osztály. Most én nem tudom, hogy ez olyan nagy csoda ez a mondat. Ugye, hát igen, csak ugye mindenki másnak meg... Ugye de most miért akarjuk takargatni? Léteznek ilyenek. Létezik egy igenis vagyonos pénztulajdonos, tőketulajdonos réteg, aki munkanélkül él. Olyan gazdaságpolitika kell, ahol ezek a szuper gazdag réteg, vagy ezek az hatalmas, őrületes jövedelmek létre se jönnek. Vállalkozókat elüldöznének az országból. Dehogy üldöznénk el. Azzal, hogy valakinek van hirtelen 500 milliárd forintja, az miért elüldözés? Hát az menjen is egyébként. Ön tudja, hogy mennyit adót fizetnek a gazdagok? Semmit. Azért megint egy különbség. Máshol adót fizetnek, igen. És magasabbat, mint hogy 100%-os adóval elvesztük adót, de nem, a jövedelmüket. Nem. Tudományos munkák is kimutatták, hogy például Magyarországon a 10 legnagyobb vállalat kevesebb, mint 0,5% adót fizet. És emögött még ott vannak aztán az emberek, akik nagyjából nullát fizetnek. Ugyanez a probléma Amerikában és bárhol máshol is. Magyarországon a megtermelt jövedelemnek körülbelül 2/3 teszik el magukévá a cégtulajdonosok, szemben Nyugat-Európában csak 1/3. Pont fordított az arány. Ott a melósok megkapják a jövedelem 2/3, Magyarországon meg a jövedelemnek csak 1/3. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon egy abszolút vadkapitalizmus van, ez a dolgozói réteg, és én miattuk aggódom, a sok millió munkavállaló miatt, nem a gazdagok vannak nekünk így feltétlenül a célkeresztbe, és azt mondjuk, hogy igen, olyan gazdaságpolitika kell, ahol megkapják az emberek a pénzüket, normális jövedelemre tesznek szert, és mellesleg, hogyha valakinek kiugró jövedelme van, az kiugró adót fizess. Ugye azt mondták is, ha már ugye normális jövedelem, ugye azt írják, hogy az ISZOM kitartóan szorgalmazza, hogy a kormányt a minimálbért emelje havi nettó 1000 eurós így van, szintre. Így van. Ez komoly. Ez halál komoly. Tehát ez majdnem 400 000 forint nettóban. Igen. Mi ezzel a csoda? Hát, hogy Magyarországon ezért a dolgozók jelentős része az nem csúnya, disznófülű kapitalista nagy multitnál dolgozik, hanem mikro, kis és középvállalkozásoknál, ahol elő lehet írni egy törvénnyel 1000 eurós minimálbért, csak ezek nem fogják tudni kifizetni, ezért rengeteg cég meg fog szűnni, attól kezdve a törvénnyel meg sokra megyünk, hogyha nem lesz. Ez egy feltételezés, de Magyarországon a vállalkozásoknak a döntő többsége, számszerűen a döntő többsége, az gyakorlatilag arról szól, hogy ki a maga módján azért csinál vállalatot, hogy leírja az adóból a gyerek tornacipőjét. Ezek nem vállalkozások. Az a cég, aki nem tudja kifizetni a melósát, az nem vállalkozás, hanem gyakorlatilag izzadás. Az vacakolás, az nem tudom micsoda. A vállalkozás az egy komoly történet. Az azt jelenti, hogy valamilyen értéket hozok létre, valamilyen algoritmusnak megfelelően, de hogyha én valakinek a munkájára igényt tartok, akkor azt meg is kell tudjam fizetni. Ha nem tudom megfizetni, akkor nem vállalkozó vagyok, hanem ügyeskedő. Itt vannak például a külföldi vendégmunkások, akik egyébként családjukat hátrahagyva távol-keletről idejönnek, apró pénzért, barakvárosokban élnek, ki sem mennek gyakorlatilag a magyar utcákra, hanem itt vannak 1-2, stb. Hány évig, napi 12 órát dolgoznak, azok bérrabszolgák, és mivel nekik, bocsánat, filléreket se fizetnek, vagy egészen minimális béreket, ezért a multik így oda mennek a kormányával tárgyáshoz, hogy nem kell itt emelni a minimálbért, hiszen. Kiszámoljuk azt, hogy mennyi a magyarországi nemzeti jövedelem, és abból milyen osztatok vannak, ebben simán benne van a nettó 1000 eurós minimálbér. Ausztriában miért tudják rettenetesen megadóztatni a gazdag embereket? Ausztriában miért van teljes foglalkoztatottság, és Ausztriában miért van 1000... Körülbelül... Miért van 1000 euró fölötti minimálbér? Miért vannak olyan szociális juttatások, amik vannak például Bécsben? Az a maga megtestesült szocializmus, hova tovább? Ez egy populista szólam, hogy legyen 400 ezer forint nettó de a minimálbér. Miért? Hát, például, amit mindenki szívesen keresne sokat. Hogy a kis és középvállalkozók, amikor minden költség emelkedik, csinálunk úgy, hogy az egész magyar sajtó arról szól, hogy ne legyen magasabb bér Magyarországon. Mindenki azzal érve, még egyszer mondom, nyilván nem egy ilyen reggeli műsor ennek a témája. Bárkinek
5 perc alatt, 10 perc alatt levezetem kockás fizetem, miért minimálbér az a bizonyos 1000 euró, amiről mi beszélünk. Kormánytagok nem vitáznak, annak többek között az a következő, hogy újságírók képviselik az ő álláspontjukat, ami egy fura helyzet, de hát ez ilyen. Ugye? De hát ez ilyen. Ugye? Ugye? Még egyszer kérdezem, itt a közeli szomszédban miért vannak olyan országok, ahol magasabbak a bérek, és mégsem omlottak össze, hanem hasítanak? Itt kicsit csak stabilabb a gazdaság. Ezt az egy empirikus kérdést válaszoljuk meg. Miért Magyarország az utolsó, de az utolsó mindenféle szempontból, szociális értelemben az Európai Unión belül?